csabinnyólogós pólók, táskák, bögrék, telefontokok és mindenféle jóság a webshopban. Link a leírásban. Üdv mindenkinek, sziasztok, Csabinyó vagyok, srácok! Husky Marci pályáját fogom kijátszani, aminek a címe az, hogy a sablon pálya bosszúja. Ugye a Husky Marci csinált már nekem AVM, nem AVM-re, címerezésre, sokszor pályát, és mindig jó pályákat csinált, úgyhogy most egy AVM-mel örvendeztetett meg engem, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, srácok, hogy egy hosszabb pályában mit tud összehozni ez a srác. Na jó van, akkor kezdjünk hozzá, úgyhogy ebben a nagy sötétségben meg kell nyomni ezt a gombot. Na tehát, köszöntelek a Sablon pálya bosszúja című kalandpályán. Pályát készítette Husky Marci. Információk, szabályok, tutoriál, resource pack ellenőrzés. Hát akkor kezdjük az információkkal. Ez egy AVM pálya. A pályán a helyesírási hibák szándékosak. A pálya le lett tesztelve. A pályán vannak elrejtve easter egg-ek. A pálya során, ha meglátod a cseten az a szót, egy elírás, és ez nem szándékos, vagy igen. Szóval, meglátod a cseten azt a szót, hogy mossál fogat, akkor kattints rá a cseten, és kapsz egy kódot, amit a pálya végén beválthatsz egy extra jutalomért. Várjunk, itt is működik? Nem, itt nem, pedig ez mekkora poénet van, hogyha már itt is lett volna valami. Jó, és akkor vissza. Szabályok. Játsz minimum 8 csánkon, hát ezt srácok én megnézem, de ezt tudja, hogy több. Hát 16, Messi, teljesen jó. Játsz kalandmódban beállítva, játsz békés nehézségen beállítva, és srácok, mind a három alkalommal helyesen van írva a játsz, mert ugye felszólító módban így írjuk. A game rule-okat ne piszkáld, a spawnpointot használhatsz, az eszközkeretekből ne üsd ki a tárgyakat. Rendben van. Tehát akkor spawnpointolni lehet. Jó. És akkor a tutoriál. Oké. Ez itt a tutoriál, meg kell csinálni pár egyszerű feladatot, hogy a pálya során megértsd, mit kell csinálni. Vissza... De akkor én most nem nyomok vissza, mert itt van valaki. Ő a robot. Üdvözöllek! Az én nevem Robot. Én foglak végigvezetni a tutoriálon. Az első. Az aqua színű szövegekre rá lehet kattintani. És akkor fal eltüntetése. Tadám! Meg egy blokk sem lett kitöltve. Ez szerintem nem szándékos, hogy ezt kiírta. Na de menjünk tovább, itt van megint robot. Az is előfordulhat, hogy craftolnod kell valamit. Ezeket az adagolóban teheted meg. Most az egyszerűség kedvéért csak egy vasbaltát kell csinálnod. Az alapanyagok ott vannak a ládában. Oké, tehát... Van itt bot, van itt vasrúd. És akkor gondolom, így van, gondolom, ebbe csak simán le kell craftolnom egy baltát. Így van. És kaptam egy olyan vasbaltát, ami eltörött a fán. Akkor viszont gondolom ezért kell ezt, mert akkor most mehetek tovább. Ó! Oh, wow! Ez szép volt. És akkor itt van a robot megint. Készen állsz a pálya végigjátszására. Sok sikert! És akkor vissza, most már a vissza működik, és akkor megint itt vagyok. És akkor resource pack ellenőrzés. Írd fel egy táblára az első sorba a falon látható kódot. És akkor ide az van írva, hogy 9.15, így van itt a tábla, ami letehető ide az aranyblokkra, és akkor 9.15. Jó. Resource pack ellenőrzés sikeres. Kezdés. Kezdés. Csomószor van kezdés. Itt a főcím, a sablon pálya bosszúja készítette Husky Marci. Igen. Ja, az ágyamban vagyok, és én mondom. Hú, de ilyes vagyok, elmegyek a boltba és veszek egy kis kenyeret. Feladat, menj el a boltba és vegyél kenyeret. Jó. Várjunk, itt egy láda. Ó, itt a pénz, így van, akkor a pénz kelleni fog. Itt van itt bőrzubbony, ez egy átlagos bőrzubbony, meg egy átlagos csizma, meg itt vannak ilyen, hogy alapanyag. Antenna, tervrajz, ezt elviszem, srácok, mert hogy később kelleni fog. Ezek meg nem tudom mire jók, na mindegy. Akkor ezeket nem is bántom. És akkor öltözködjünk föl. Hát, jó, fölöltözködtem, és akkor menjek el a boltba. Ez itt micsoda? Na mindegy, most úgy látszik, még nem kell, és akkor itt vagyok most. Ó, kosárlabda pálya? Nem mondod? De komoly. Vajá? Mi? Jaj, menj már! Hát ez mekkora, gyerekek! Másik irányban is működik, vagy csak... Nyilván nem, persze, hogy nem. Gyerekek, cson nélkül. Na még egyet, egy harmadikat. Puty! Tökéletes. Srácok, a kosarazás még mindig megy. Oké,
CBA. Mi jövünk Kasszás Erzsihez, így van, CBA. Ja, kiírik. Ja. Ez mi? Ez... Nyugi, én csak kenyeret akarok venni. Kasszás Erzsi mondja. Jó, rendben, itt van mellettem a polcon. Igen. What? Mi ez a hang? Kasszás Erzsi azt mondja, drágám, kivinnéd a szemetet? Ja, és kaptam szemetes zsákot, ami letehető gyémánt blokkra. Kenri, segítség! Azt mondja. Igen, ez föltűnt, hogy van egy, itt egy ajtó. Nem tudok bemenni! Hát Kenri, ne haragudj, nem tudok bemenni, és nem tudok... Miért nem tudok bemenni? Na mindegy, ide nem tudok bemenni, akkor viszont szemetes zsák. Aha, ide kell akkor letenni. Ez mi? What? Köszönöm, drágám, azt mondja Kasszás Erzsi. Feladat, menj haza, ülj az asztalhoz és reggelizd meg. Mi ez, portál? És kacok, ez egy portál. Ha! Még zeném is van. Jó hangos egyébként. Most kilövöm, és akkor... Aha. Följöttem. Csak hogy ez így nem jó. Na várjunk. Mi ez a kis minigém? Mekkora már? Ki van nyílva az ajtó? Oh, yeah. Azt hittem vissza fog csukódni. Ez mekkora? Komolyan, mi ez a kis ízterek? Gyerekek, zseniális. Ez nagyon tetszik. Na és akkor menj haza, ülj le az asztalhoz és reggelizd meg. Na, oké. Hát, srácok, eddig ez nem sablonpálya. Erre nem lehet ráfogni, hogy ez sablonpálya. Ez egy nagyon profin kidolgozott pálya. És itt a kis zöld bizbasz. Ó, megreggelizés. Nyam. Na, ez is megvan. Megyek, megnézem, mi a helyzet a YouTube csatornámon. Akkor gondolom, hogy menjek itt fölfele. Vagy nem. Lent elhagytam valamit? Esetleg. Ja, hogy itt van a izé. Ó. Aha. A francba, nincs internet. Feladat, menj le a pincébe és csinálj egy új jeltovábbítót a recept szerint. A pince! Na ezt nézem az előbb, hogy ez vajon micsoda. Ja, aha, itt van a recept. És akkor... Le van zárva. Ó, de... Jó, viszont itt van egy alkatrész, itt van megint alkatrész. Jó. Alkatrész. Alkatrész, ez is kell. Láda kulcs. Ja, láda, ami le van zárva. A föld nem hiszem, hogy kell lenni fog. Ja igen, és még itt van, meg itt van. Ezt meg ugye az előbb néztem. Jó, akkor ezt nyissuk ki. Van itt egy vascsákány, a kidobón törhet el. Jó. És még egy alkatrész. Jó. Na. Akkor. Ez ugye ide kerül. Akkor ez nyilván akkor így ide. Ezek ilyen alakba, mondom ilyen alakba. Igen, a vöröskő fákja ide, és a napfény érzékelő pedig ide. Oké, ész. A feladat, menj fel a tetőre, a ház mögötti létrán. A régi jeltovábbítót üsd ki a ládában, található csákánnyal, igen, az megvan, és cseréld ki az újra, akkor viszont várjunk? Igen, ez kell, és az aranyblokkra tehető le. Jó, és akkor, ja, persze másszak ki, és akkor, hogy volt? Ház mögötti létra. Oké. Akkor itt ez a létra, valahol. Á, itt is van. Na nézzük. És akkor ezt kell kiütnöm, igen, kidobon, tehát akkor ezen. Na. Igen. Én mondom, elvileg működik. Feladat, menj vissza és próbáld újra. Na. Aj, nem áll, le van zárva, akkor csak a létrán vagyok kénytelen lemenni. Igen, mondjuk hitelesen, mint a leugranik a tetőről. Mint valami Ezio Auditore da Firenze. Ja, és akkor próbáljam újra. Ez az! Újra van internet! Fél óra múlva! Hát srácok, a sablonpálya bosszúja a címe, de még egyelőre ez nem, nagyon nem sablonpálya, és magamtól megyek, és azt mondom, késésben vagyok, ideje lenne indulni. Ja, és még autóhang is, nem mondod? Megyek előre, neki a falnak? Azt hittem. És megérkeztem. És kiszálltam.
Na ide is értem. Ez mi? Stúdió. Aha. Na nézzük. Oké. Van itt egy ajtó, srácok. Hát akkor nyissunk be. És itt vagyok bent egy stúdióban, és itt van Bence. Ő itt Benny. De gyerekek, milyen jó meg van csinálva, ez a kamera is baromi jó. Ez nagyon tényleg hisz a stúdiószerű. Itt van, jó, itt van Dávid. Hát őt megmondom őszintén, nem tudom kicsoda. Ó, itt van Owen, itt van Lucky. Ó, és itt van Andi, meg itt van Varus. Oké. Na jó van, hát akkor gyerekek, én most itt vagyok bent, és igazából nem is tudom, mit keresek itt. Na mindegy, akkor kezdjük Ice-szal. Hoznál nekem egy kis vizet? Cserébe adok valamit. Vizet? Mégis honnan hozott neked vizet? Várjunk. Nézzük csak körül. Aha. Ó, itt. Ó! Ja, csak egy vezérlő. Várjunk. Ennek miért nincs hangja? Alatta nincs valami eldugva? Nincs. Na jó. Oké. Na nézzük akkor. Ó! Ez vizes automata? Igen, vizes automata és üvegpalac. Na, tessék, Bence. Bence, kérsz valamit inni? Parancsolj. Köszönöm. Ja, és itt a jutalmad. És kaptam egy gombot, letehető a könyves polcra. Jó. Oké. Akkor jöjjön Dávid. Szia, Csabi! Pont a legjobbkor! A terészet következik! Állj a kijelölt pontra, a többit mondom utána. Kattints ide, ha a kijelölt helyen állsz. Aha. Igen. Igen? Amikor Andi azt mondja, hogy ez nem igaz, akkor menj be az ajtón és mondd ezt! Kiről is van szó? Menni fog? Persze, mondom én. Kezdés. És felvétel! Ő egy nagyon rossz ember. Ez nem igaz! Most kell bemennem. Kiről is van szó? És ennyi. Nagyon jó volt! Másfél óra múlva. Oké. Csabi, megkérhetnélek arról, hogy fotózz le Bennyt? Ott van a Greenboxnál. Persze. Jó, akkor fotózzuk le. Jó, most menj oda a monitorhoz és a zöld gombbal nyisd meg a képet. Az a monitor? Igen, az előbb is néztem, hogy van valami. Itt a zöld gomb. Ó! Most a fehér gombbal illesz be a hátteret. Oké. What? Nagyon jó! Most a piros gombbal kapcsolt ki a monitort. Köszönöm, most már hazamehetsz. Jó, és akkor a többiek? Itt van Lucky. Neki a hátán van a gomb. Ne vakargasd a hátam. Ja, bocsánat, elnézést. Na, Owen. Csabi, van rajtad egy pók. Várj, lecsapom. Ne már. Oké, na akkor ő nem tudom kicsoda, de mindjárt kiderül. Fúj! Jaj, ne már! És én melyikek? Na hát akárki vagy, elég undorító alak vagy, öcsém, ne haragudj. Ó, elmúlt. Ők nem mondanak semmit? Egyébként? Úgy tűnik, hogy nem. Ó, könyves polc, gomb! Ott valami. Ó, egy láda. Meg egy atom übertáp sétapálca. Intro! Atom übertáp sétapálca. Na srácok, ebből a pályából se hiányozhat, azért így most már kezd emlékeztetni engem egy picikét a sablonpályákra, ugye minden sablonpályában ezt mindig ellövik ezt a poént, ezt az atom übertáv sétapálcát. És akkor nekem itt már nincsen több dolgom, és itt van a particle effect, szóval akkor jöjjek haza. Menj haza és... És mi? Micsoda? Menj! Nem tudom elolvasni a feladatot. Na egyre rosszabb. Mi ez? What? Neked mi történik velem? Sablonpálya! Üdvözöllek, Csabinyó! Ez az én bosszum azért, amiért a gagyi sablonpályákat senki nem játsza ki. Hát azért én tudnék egy-két videóst, aki még mindig ilyeneket játszik ki, adna írjak neveket. Ezért most ki fogod ezt a pályát játszani, és addig nem lesz vége, amíg azt nem mondom. Ha-ha-ha! Sok sikert! Ha-ha-ha-ha! Jaj, gyerekek, igen, ez már... Jaj, még itt is! Köszöntelek a pályámon! Jével, pontos jével! Szabályok, ne csalj! Ne gémmodolj, ne üsd ki
blokket, az lesz a feladatov, hogy végig menj az akadályokon, az anyagot kiütetted, kezdő cucc, kövess a sódert és a fákját, menj már, és a, ja is, spawn point ott használhass, igen gyerek, eddig ez tényleg tipikus ilyen kezdőpálya, amikor még a készítő még helyesen írni se tud, de azért elküldi a pályát, jaj. És a tipikus kezdő felszerelés. Csoda, hogy nem gyémánt egyébként. De azért a kard az gyémánt. Van is sült marhahús 64, mert miért ne? Meg van 64 aranyalma, meg van egy ásó, ami eltörött agyagon. Na, ez viszont nem annyira sablonpálya, mert ugye a sablonpályákon nem adják meg, hogy milyen eszközzel mit lehet kiütni. Na de mindegy. Erre menj! Menj, gyerekek! Hát akkor kutya! Jó, kutya meg volt, köszönjük szépen, kutyuskám. És akkor menjünk szépen ezen a sóderen. Állj! Valami nem jó. Áh, megvan. Ugrálva menj, úgy kicsit vidámabbnak nézel ki. Kezd előről. Jaj, nem már. Sokkal jobb. Na jó. Oké, és meddig kövessem ezt a sóder dolgot, ez is tipikus. Na igen, most azokat a feladatokat látjátok, amiket a legtöbben csinálnak, amikor kalandpályát csinálnak, és ezek azok a megoldások, amik a legrosszabbak, gyerekek. Tehát most azt látjátok, hogy milyennek nem szabad lennie egy kalandpályának. Mert ilyen gagyi megoldás, mint ez a sóder, meg fákja követés, sőt, itt most mind a kettőt egyszerre kell követni, hát ennél rosszabb megoldás tényleg nem nagyon van. Jó, akkor erre, akkor most erre, vagy akkor így menjek tovább, menjek tovább erre, jó. Eddig ez jó. Írd be per spawn point. Jaj, ne! Igen, az simán megkerülhető akadály, amit azért elvárna a készítő, hogy valaki megcsináljon. Jó? Spawn point. Tökéletes. Várjunk, csaljunk már le. Jaj, hogy nem lehet! Te kis csaló! Na jó, én kiégek, gyerekek, most tényleg, nem úgy nem sem vettem fel. Nem, mintha jelentősége lenne, de mindegy. Ja, és akkor ez mit üthet ki? Ez agyagot. Ja, ez majd lehet, hogy később kell lenni fog. Na jó. Akkor parkörözzünk, gyerekek, parkörözzünk. Micsoda parkör? Úristen, majdnem, már bele is izzadtam. Beszélj mindenkivel a faluba. Nem faluban, ahogy kéne, a faluba. Jó, na itt vannak gombák. Itt van egy láda. Metsző olló, eltörött levelek. Ezeken? Vadászháza. Jaj, ez is olyan tipikus vadász. Ezek a... Vág le a gazt a kertben. A sövényvágó kin van a kertbe. Most ezt a gazt? Hát... Ja, hogy ezt ilyen simán... Ja, ennek sincs hangja egyébként. Öreg nénike háza. Nagyon jó. Gombaszedő szerszám. Ez is külön írva. Az öreg nénike. Jó, oké. Okay. Jaj, édes lelekm, kiszednéd a gomb át, mert benövi a kertemen. Jó. És én nem tudom kiszedni, mert már nagyon öreg vagy stjok. Jó. Ez kész. Gomba. Na, itt volt a gomba. Ugye, amikor bejöttem, akkor ezt... Igen, kiütöm. Igen, és hát persze, ugye ez most tipikusan az, amikor valaki megcsinálja a feladatot, de nincs leellenőrizve, hogy ez a feladat tényleg készen van-e, ezért tök mindegy, hogy megcsinálod vagy sem. Na mindegy, én most becsületesen megcsináltam. Jó, és akkor ez itt ennyi volt, igaz? Persze, mert csak táblákon volt leírva. WC. Jaj. Jaj, ne! Mi a fene? Még meg is telik. Milyen durva lenne, ha sárga lenne. De hát ez zseniális. Milyen durva, hogyha sárga lett volna ez, gyerekek. Na jó, ez a pálya, ez engem abszolút meggyőz a gyerekek. Ez régen játszottam ennyire szórakoztató, meg vicces pályával. Szóval, bánya, ja és a nyíl. Igen, mert ugye a nyílat csak így lehetett megoldani, hogyha előre mutat, meg főfele. Bányászháza. Pókháló, takarító, jó? Szedd le a pókhálókat a bányámba. Ez csak akkor ve ki, ha megcsináltad a feladatot. De ha én most kiveszem, akkor sincs rá ellenőrzve, szóval le is csalhatnám a dolgot. Pókháló. Jó, ez eltörött a pókhálón.
És akkor itt van a bánya, várjál, ez nem volt elírva? Nem, rögtön, hogyha banyának van írva, de nem. Hű gyerekek, micsoda kegyetlen feladatokat kell megcsinálnom ezen a sablonpályán. Zseniális. Oké, okay. És akkor megvan a feladat, becsületes vagyok, szóval megvártam, hogy kész legyen, és akkor most veszem ki ezt a cuccot. Jó, föl is veszem magamra. Ezt nem tudom, jó, mindegy. Jó, készen vagyok, és akkor most menjek tovább, ja, kövessem a fáklyákat, gondolom, tovább. Egy pillanat, az apám hív Skype-on. Addig haladj tovább. Jó. Pszt, itt balra, gyere be gyorsan. Hol? Ja, hogy itt? Ó, Feri 12. Látom, bent ragadtál a pályán. Segítek kijutni. Komolyan? Igen, menj oda a gépemhez és kapcsold be. A többit mondom utána. Aha. Jó, ide jövünk és bekapcsolom. Most már a kardút se kell szerintem. Ja, indul a Windows, de jó. Oké, nyisd meg a Firefox böngészőt. Narancsárga gomb. Aha. Ja. Most írd be a keresőbe, hogy MC pálya vírus. Aztán nyomd meg a fekete keresés gombot. Írd fel egy táblára az első sorba kisbetűkkel egybe, hogy MC pálya vírus. A táblát a kijelölt helyre tedd. Feladás, hát nem adjuk fel. Itt a tábla, letehető a gyapjúra. És oda. Jó, MC pálya vírus. Remélem hosszú ível volt írva, azt nem is néztem. Jó, most nyisd meg az MC pálya vírus linket. MC pálya vírus link, gyerekek, annyira nehezen olvasható. Igen. Kattints a letöltés gombra. Töltjük le a vírust? Letöltés sikeres. Nagyon jó, most zárd be az oldalt. Persze, hát az X. Nyisd meg a start menüt a nagy zöld gombbal. Hát gyerekek, zseniás, és itt kijött a menü. Írd be a keresőbe, hogy százalékjel, abdata százalékjel, aztán nyomd meg a zöld keresés gombot. Itt fel egy táblára az első sorba kisbetűkkel egybe, hogy százalékjel, abdata százalékjel. Akkor gondolom ide. Százalék, mondom százalékjel, abdata százalékjel. Hoppá, felkiáltójat is sikerült írni, azt nem akartam. Oké. Okay. Nyisd meg a Saves mappát. Amúgy mik vannak itt? Alig tudom elolvasni. Assets? Jajjaj, igen, screenshots, versions, mods, resource pack és saves. Hát ugye a Minecraftnak a mappái. Most a rossz pálya bosszúja nevű mappát. Na mik vannak? Azért olvassuk már ezt el. New World, a bolondkígyó új cipője, szivacs hat, redstone, a hagymásba fellázad, a rossz pálya bosszúja, és akkor itt volt még a Parker map, de jó Isten. Várjunk, mi van, ha rosszat nyomok meg? Vagy hát más nyomok meg? Most rögtön van, hogy eltesz egy Parker pályára. Nagyon durva lett volna. Jó. Most a negyedik szöveges dokumentumot. Jó, hát most ezt nem olvasom végig. Oké. Okay. És most kattints az igenre. Nem iegne. De ez most szándékos elírás vajon? Most rátelepíti a vírust a pályára. Igen, megy az állapotjelző csík. Na mi az? Valami nem jó. Bocs, valaki kiúszta az internetkábelt. Feri 12, ha jót akarsz, akkor kilépsz a pályáról. Na azt már nem! Hát jó, legyen. Feri 12 kicked by sablon pálya. További jó játék a Csabinyó. És itt megállt a letöltés, hogy még ez is meg van csinálva, gyerekek, hogy erre is van gyúrva, hogy valójában ezt látom. Hát ez nagyon jó. Hát akkor Feri 12 ki lett rúgva sajnos, úgyhogy nem tud nekem tovább segíteni, viszont nekem itt vannak még mindig a fák követéses dolgaim. Szigorúan betartom, hogy itt megyek és nem kerülöm meg. Pedig meg is kerülhetném természetesen, de nem. Itt már ezek az undorító kerítésekkel. Igen, ez is olyan ronda. Annyira csúnya. Labirintus, már kezdtem hiányolni, gyerekek! Na, Feri visszajött, Feri 12, join the game! Sikerült visszajönnöm és rátelepítettem a vírust a pályára. Így van egy kis időnk, amíg le van foglalva. Hol vagy? A labirintusnál. Jó, ha minden igaz, akkor megjelent egy sárga út. Azt kövesd és kijutsz. Rendben. Oké, megyünk még a sárga úton, srácok. Ez egy sokkal egyszerűbb labirintus így, mint általában szokott lenni egyébként. Zseniális ez a pálya, ez nekem nagyon tetszik.
Ez az, sikerült. Már megint azt hitted, nem látom, hogy segítenek neked? Ezt a kis barátodnak. Feri 12 Band. Banned by sablonpálya. Na így próbálj meg tovább játszani. És gyerekek, mászunk fel az oszlopon, a létrán. Ez is tiszta jellegzetes dolog. Most fogadjuk, bele kell ugranom valami kis vízbe? Nem, nem, lávába. Jó, hát akkor nem víz, akkor láva. Most tényleg esek bele? Várjál. Nem volt nekem más? Gondolom nem volt más dolgom, hát nem írt ki semmit. Gyerekek, beleesünk és fogadjunk, hogy víz az alján. Tudtam, hogy víz az alján. Ügyes vagy. Fantasztikus, gyerekek. Ez olyan, olyan teljesítményre val, ha ezt valaki meg tudja csinálni, hogy az, ami elképesztő. De ez a pálya is egyébként baromi jó. Esküszöm nektek, így ezeket a feladatokat, ilyen poénosra véve, nagyon élvezem. Nagyon meg van csinálva, főleg, hogy a pálya elején azért teljesen jól meg volt csinálva a pálya, szóval azért abból lehet látni, hogy az illető készítő, ugye Haszki Marci ért hozzá. Most jön a kedvenced. Mindjárt jövök, addig csináld meg. Parkör. Jaj, a parkör. Még majd lesz boss fight, srácok, ne felejtsétek el, legalábbis, ha követjük a sablonokat. Hé, játékos, itt jobbra. Ha erre jössz, lerövidítheted a pályát. What? Várja, erre? Oh, hello. Hellóka, rövidítés. Márhogy itt mászak föl? Ó, értem. Le a szivacsra. Ja, és a... Csabi! Menj már! Hát ez nagyon jó. Jó, na Csabi. Eredeti szivacspálya megalkotója a Csabusa. Jó, oké. Hát ezt mindenki tudja egyébként. Na tehát 18. gomb, 19. gomb, ne nyomd meg a piros gombot. Na jó, ezt most nem fogom felolvasni az összes gombnak a nevét, hanem eljövök erre. Hogyha valamelyiket megnyomom... Egyébként ez a mossán fogad dolog az nem volt még. Legalábbis én nem vettem észre, hogy lett volna. Tudjátok mit? Begyomom a spawn pointot, mert ugye meg volt adva, hogy ezt lehet. És megnyomom. De á, persze, hogy megöl. De legalább innen kezdek. Jó, zsír. Hopp, a másik sablonpály... Gyerekek, megtartotta a cuccaimat. Meg ami rajtam van. Szóval ez azt jelenti, hogy nem teljesen jó, mert ugye egy sablonpályán nincs beállítva a keep inventory. De itt be van. Na mindegy, itt van Töki. Ne nyomkodd az orrom, már előre mondtam. Töki. Köszöntelek, játékos. Sajnos én nem tudom megmondani neked, merre van az első küldetés, mert az a térkép nincs nálam. De itt van a 20. gombhoz vezető térkép. Ha jól látom, akkor csak tovább kell menned, a kézikönyv óvjon. Haj, gyerekek. Nagyon jó. Ingyen masszázs. Á, két, szóval jól van írva. Ez nem annyira jó így. Na igen. Ja persze. Most ugye át kéne ugranom, vagy át tudok jönni. Persze. Ja, itt már nem. Akkor erre se? Na akkor... Ja, csak ilyen... Na, nem már! Na, megpróbálom átugrani? Jó, akkor a következő módszer. Megint szépen így lopakodok. Eddig, igen. És így. Na, megoldottam. Hát, szokásos kis lukacska, amiben nem tudok benézni. Nincs mögött egy láda? Nincs. Szerintem nincs. Na gyerekek, ellenőrzés, restart, na várjál, most mi van? Ja, aha, vasblokk, jó, és akkor itt vannak a gyapjuk, ezt én már elteszem, nem kell nekem, meg ez se kell, az atom übertáp sétapálca se kell, többet nem mondom ki ezt, hogy mert akkor megint be kéne játszanom az intrót. Na tehát, jó, és akkor mi van? Letehető a vasblokkra, hát gondolom akkor ezt ide. A kék nyilván ide, aztán narancsárga, aztán zöld és sárga. Tadám! Ez nehéz volt, hogy bele szakadtam. Oké. Jaj, a pókhálós rész. Ja, hogy ezt ki tudom kerülni, vagy nem? Mindjárt visszadob azzal, hogy... Jaj, de troll! Jaj, gyerek! Vajá! Á, nincs nálam a pókhálón eltörhető cucc. Ja. Mondjuk az agyagon eltörhető ásót se használtam még. Na mindegy, ezen túl vagyok. Micsoda? Ez nem öl meg. Jaj, de cseles. Egyébként, srácok, tiszta fantáziadús a pálya, komolyan mondom. Hogy bele van téve minden. Csapda. Várjál, én csak simán bejövök. Várjál, kijövök.
spam point, és majd most. Jaj, ne, ezek a idegesítő ajtós megoldások már megint. Hova kerülök? Mondd, hogy kijutok egyszer innen. Ha már bejöttem, na ne. Ne, gyerekek. Sablonpálya rendben, értem én. Meg hogy szivacs, azt is értem. Nem már. Várjál. Na várjál, várjál. Valahol. Ja, de itt. Ah, tudtam, hogy valahogy ki lehet jönni. Meg volt az oldva rendesen. Mellékküldetés. Jaj, mi ez, Mini Parker? Mellékküldetés. Ügyes vagy, teljesítetted a mellékküldetést. Taps. Ha rákattintok. Ó! Köszönöm, köszönöm. Virágot az öltözőmbe, sört a helyszínen. Így van, mehetünk is tovább. Ja. És ez is tipikus csabus a dolog. Oké, na nézzük. Fent. Jaj, igen. És ezt most csinálja végig? Most komolyan, jaj gyerekek. Jó, hát akkor csináljuk végig. És kinyit az ajtó. Király. Ez is megvolt. Na, a trolláda. Hogy mindig elmászik. Gyere ide! Ó, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Nagyon jó. 24. gomb. Mossál fogat, és rá kell kattintani. Yes! Gratulálok, Petrát a rejtett kódot a pálya végén beváltatod egy extra jutalomért. A kód F54Z67. Jó, akkor ezt én most felírom. Ide. F54Z67. Jól írtam? Jól, úgy tűnik, hogy jól. Oké. Okay. Ez egy trollajtó. Jó, megszívtam. Láthatatlan labirintus. Jaj. Mi? Ez tényleg láthatatlan, srácok. Sőt, olyannyira láthatatlan, hogy még csak beleütközhetetlen is. Na itt van káposzta. Köszöntelek, játékos. Rég láttalak. Úgy látom, a 20. gombhoz mész. Tökig kivételesen nem tartotta fordítva a térképet, további jó utat, a kézikönyv óvjon. Egyébként tényleg zseniálisan meg van csinálni a srácok, mert tényleg olyan, mint a Csabusa írta volna. Tehát ugyanazok a szófordulatok, ugyanazok a kis mini poénok belevive. Szóval tök jó. Ez jó volt. Na most... Igen. Simán ugorjak át. Ja, hogy ez nem úgy megy. Ó, mi? Kaptam redstone-t. Hol van? Itt van. Na jó van. Várjál! Jaj, ne! Sejtem. Igen. Gyerekek, ez lett róla. Egyszerre csak egyet fejedsz ki. Egyszerre csak egyet fejedsz ki. Ne is esek. És így kell kinyitni az ajtót. Mert ugye másképp nem tudsz tovább jutni, csak hogyha valahogy üzembe helyezed. Jó, még kell kettő. Mekkora troll, de jó ötlet egyébként, abszolút jó ötlet. Jó meg van csinálva. Na igen, srácok, ezt már nem lehet megcsinálni másképp, csak úgy, hogyha... Nem oda akartam, de mindegy, ott is jó. Csak úgy, hogyha az ember ért a redstonehoz, meg az ilyen parancsblokkos dolgokhoz. Na, kész, ki is van nyílva. Jó. Jövök tovább. Na most megint spawn point. Tudtam, hogy megöl. Tip, ne nyom meg a piros gombot. Jaj, 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 de nagy poén. Igen, kerülgetek. Ez csak ennyi? Emlékeztet. Fogadjunk meg, ki fogja írni? Emlékeztető. A szürkével írt szöveg... Ja persze, most nem piros. Hát, mert fehér alapon van, akkor semmi. A szürkével írt szövegeket mély hangon kell olvasnod. Jaj, ne már! Ezeket úgy utálom, mint például ezt. Ja jó, játsszuk meg. Brum, brum, nagyon medve vagyok. Mi az, hogy nagyon medve vagyok? 20. gombháza. Gyerekek, ez nagyon jó ez a pálya, nekem nagyon tetszik egyébként. Sült marhahús. Ó, itt kinyílt valami cucc. Van itt aranyród, meg kiszáradt gazmag. Gazmag. Jaj, a gazmag. A gazmag.
Majdnem úgy olvastam, ugye volt egy pálya, és ott majdnem ezt úgy olvastam, hogy gazd meg. Na mindegy, hagyjuk. 20. Á, igen. Az a rejtélyes első küldetés, amiről mindenki beszél. Igen, tudom, hol van. Kimész az ajtón és balra. Na jó, hát én most már előtte lejövök ide. Easter egg! És tényleg egy tojás. Na de most ezt én kiüthetem? Mert ugye meg volt adva, hogy nem üthetem ki az eszközkeretekből. Ja, hogy ezt nem is üntöttem ki? Eltüntettem. Jó. És akkor itt mi van? Első küldetés. Szerző Marci, ugodj le! Tyűha! Idegen. Hát, úgy néz ki, mégsem rövidítette le. Jaj, de troll! Haj, ne! Rossz pálya. Na, visszajöttem. Még mindig a parkőrnál jársz. Jó béna vagy. Istenem! Hallod, te mekkora troll vagy? Aj, gyerekek! És mi lett volna, hogyha ezt kihagyom? És kapásból végigjövök? Akkor most ennyi kalandval kevesebb lett volna? Tehát nem mentem volna végig a szivacs utánzaton? Vagy hogy mondjam? Jaj, ne! Istenem, de utálom ezt. Rohadt parkör. Gyereke. De most ez troll. Igen, ügyes vagy, tudom, de most ez troll. Mert most itt belakadtam volna valamibe? Ez a taps. Ennél még én is jobbat ugrok, pedig lábam sincs. Hát, most komolyan? Ez mekkora szivatós? Hát akkor persze, hogy nem tudom elsőre átugrani, mert megakadályozott. És ha most máshol lesz az akadály, srácok, én hülyé kapok. Marci, mármint Husky Marci, neked mondom. Arról nem volt szó, hogy ilyen trollpályát csinálsz, de most megvan. Ügyes vagy. Megint akkor sóderkövetés, ezúttal fákják nélkül, srácok. Jó hosszú pálya, mit te mondjak? Kvíz! Jaj, tényleg, hát a kvíz. Már majdnem elfeledkeztem róla. Na tehát, hány betűből áll az alábbi szó? Hát négyből. Hopp, ez a gomb, ez csak kinyitja az ajtót. Ja. Nem. Szerintem nem jól olvastad el a kérdést. Mi van? Jaj, hány betűből áll az alábbi szó, Csabinyó? Hát az 8-ból. Ha most se lesz jó, én hülye kapok. Helyes. A készítő nem rakott ide létrát. Rakok neked, mert ilyen jó fej vagyok. Mondja a sablonpálya. Kösz szépen. Hány lábujja van egy kifejlett tehénnek? Tehénnek lábujja, nincs is lábujja. Falevél tulajdonképpen Lajos. Má? Lajos. Helyes. A Lajos helyes. Helyes Lajos. Milyen jó név lenne ez. Na most akkor mi van, vissza tudok jönni? És akkor, srácok, folytatjuk a sóderkövetést. Jaj, milyen trollság ez már. Ja, hogy csak annyi. Jó, azt hiszem, meg kell fordulnom. Mobharc, jaj, a mobharc. Hát ezt már nagyon vártam, srácok, ez kell a gyémánt kard. A felszerelésem tökéletes. Nézzük a mobharcot. Feri, join the game. Sablonpálya, kicked by Feri 12. Ez az. Gyorsan kiszabadítalak, amíg nincs fent a szerveren. Gyorsan, kerüld meg balra az épületet. Ott találod a vezérlőtermet. Menj le oda. Jó, igen, gyorsan meg kerülnek balról az épületet. Balról? Nem a vezérlőterem, what? Akkor meg... Nem a vezér... Hát te akkor is lemegyek. Oké, lent vagyok. Keresd meg a B45 command blokkot és nyomd meg rajta a gombot. Az elindít egy férjek programot, ami törli az összes adatot, és visszakerülsz az eredeti pályára. Tehát B45. C, B23. B45. G45. B45. Ez az. Wow. Ah, sablonpálya, join the game. Ne, ez nem történhet meg. És srácok, valamit még mondasz, én már nem értem. Végre megint itt. Két héttel később, a vetítés napja. Ülj le a helyedre. Ó, srácok. Várjátok, most az a nagy alak, hogy lehet, hogy Mind Cinemát vettünk volna föl? Esetleg?
Ülj a helyedre! Hol a helyem? Jó, itt a helyem! Pont itt a helyem! Emberek! Csönd legyen! Kezdődik a film! Vége! What? Hűha! Ez izgalmas volt! Köszi, hogy kijátszottad a pályámat! Remélem tetszett! Persze, hogy tetszett, de szerintem ez totálisan lejött, srácok. Gondolom én, hát én baromira élveztem ezt a pályát. Hossz pálya volt, de nem éreztem egy pillanatig se, hogy ez milyen hosszú pálya, mert végig szórakoztató volt és poénnal teli. Nagyon jó, információk. A pálya 35-40 óráig készült. Készítette Husky Marci, tesztelte Locker. Vissza. Oké, extra jutalom. Ja igen, írd fel egy táblára a kódot, ha megtaláltad, és akkor a kód volt F54Z67. F54Z67. Tudjátok mit? Megismétlem. F54. Igen. F kisbetűkkel F54, és könnyű már kimásolni, Z67. Na nézzük! Mi az? Temető? Na várjál, most... Igen. Ja, hogy TNT, ami a gyémánt blokkra tehető le? Azért eljövök. Lehet, hogy nem ölne meg, de azért... Hát persze, hogy nem ölne meg. Ó, milyen igényesen szétrepültek a darabkák. Igen, és akkor... Be ide. DeLorean! Ez a DeLorean lenne? Tán csak nem a DeLorean... Gyerekek, tán csak nem a DeLorean, ami egy bányában van elrejtve. Várjál, be is tudok ide jönni. Ó! Oh. Ó, aha, megérkeztem egy másik korba. Azt most nem tudom, hogy a múltba vagy a jövőbe, de mindjárt kiderül szerintem. Ne! What? Még egyszer köszönöm, hogy kivitted a pályát. Átkerültem egy másik korba, és itt a vége, srácok. Hát ez nagyon jó volt. Na, Husky Marci, hát... Elképesztő volt a pálya, komolyan mondom, a nevéből is már azt mondtam, hogy ez egy baromi jó pálya lesz, meg hát ugye láttam, hogy te csináltad, tudtam, hogy jó pályákat csinálsz, de ez minden várakozásomat felülmúlta, komolyan mondom. Most nem akarom megint ecsetelni, amiket a pálya közben is elmondtam, de tényleg poénokkal teli volt az egész, jó kis története volt, nem nagyon vágtam, hogy most hogyan fog kapcsolódni az eleje a sablonpályákhoz, de nagyon jó megoldás volt, hogy kijöttem onnan, és akkor végig is átteleportálódtam, és akkor a sablonpálya megbosszulta a dolgokat. Hát gyerekek, nagyon jó pálya volt. Komolyan mondom, én nekem nagyon tetszett, remélem, hogy ti is élveztétek. Mindenképpen lájkoljátok, hogy Marci is, meg én is, hadd lássuk, hogy mennyire tetszett nektek a pálya, illetve a videó, illetve a komment szekcióban, és nyugodtan írjátok le a véleményeteket. Marci, neked köszönöm szépen, hogy megcsináltad, illetve Lockernak, pedig, ha jól emlékszem a nevére, hogy azt, hogy letesztelte a pályát. Na, srácokat, akkor ennyi volt most ez a pálya. Még egyszer köszönöm szépen, Marci, neked, hogy megcsináltad, nektek pedig azt, hogy megnéztétek. Ha feliratkoztak a csatornámra, azért külön hálás vagyok. Nagyon szépen köszönöm előre is. Sziasztok!